Ismét felállították a jurtát Palotavárosban a harmadik jurtanap keretében, és már szombat reggeltől várták az érdeklődőket, akik megfigyelhették, sőt részt is vehettek a jurta építés folyamatában. A rendezvényen számos színes program várta a látogatókat. A népi játszóházban a gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatták a régi idők játékszereit és kézműves foglalkozásait, míg a kirakodóvásár és az íjászati bemutatók a hagyományos magyar kultúra különböző aspektusait hozták közelebb a résztvevőkhöz. A programon részt vett Viza Attila önkormányzati képviselő, aki elmondta, hogy minden évben az utolsó nyári hétvégén szervezik meg az eseményt, hogy bemutassák a palotavárosiaknak és minden érdeklődőnek őseink hagyományait. Aki ismeri Palotaváros lehetőségeit és környezetét, az pontosan tudja, hogy itt van egy királyok parkja, amely hát most már 40 éve készült el, és azóta próbáljuk megtartani azt a hagyományt, bár én csak örököse vagyok a dolognak, de és ismerhettem meg a Fejér megyei Népművészeti Egyesület akkori munkásságát és a mostani tagjait is, akik nagyon a szívükön hordozzák, és úgy gondoltuk, hogy ennél autentikusabb helyet nem is tudnánk elképzelni a jurtának a felállítására, illetve hát emlékezünk arra a 40 éves történetre, amikor ez az egész park itt és ez az álom megvalósult és megszületett. Berta József, a Fejér megyei Népművészeti Egyesület alapító tagja a jurtaépítés technikai részét ismertette. Elmondta, a látogatók megismerkedhettek azokkal az egyszerű, ám hatékony kötözési módszerekkel, amelyekkel stabilizálni lehet a jurtát. Ez a tudás a hagyományos nomád építési technikák egyik alapvető eleme, amely a jurták könnyű felállítását és szétszerelését teszi lehetővé. 40 évvel ezelőtt egy eléggé elhanyagolt terület volt Fehérvár, gyakorlatilag kívül is esett Fehérvár külterületének is lehet talán mondani, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt azért a belváros is elég közel van, és hasznosítsuk ezt a területet, és ezért gondoltuk, hogy királyokat megfaragjuk ide, illetve a sátornak is egy dombot készítünk, és erre állítjuk fel a jurtát. Az eseményt azzal a céllal hozták létre, hogy a résztvevők megismerkedjenek és tovább vigyék ezeket a régi hagyományokat, megértve őseink életmódjának lényegét. A nap folyamán a látogatók számos programon is részt vehettek a hagyományok megőrzése és átadása érdekében.